Elek a vízfiú Te fiú vagy! Kisvirág egyik ámulatból a másikba esett. És nem is tündér vagy, hanem... Ő egy szemtelenül bosszantó, átváltozó művész kotyantotta közbe az egyik öreg fűzfa. Vízi manó vagyok. A nevem Elek. És igen, az átváltozás a mesterségem. A fiú meglepően csengő, tiszta hangja hallatán kisvirág zavarba jött. Valahogyan nem mert a kékesen villanó szemekbe nézni, csak toporgott egyik lábáról a másikra állt. Elek, mindent hallottál. Sokkal tartozol nekünk, a legutóbbi csínyed óta még nem sikerült megbocsájtanunk, szóval segítened kell. Szólt a faapó szigorúan, és a manó fiú nem mert ellenkezni. Hallottam, igen. Szívesen segítek, kisvirágnak mindenképpen, mondta, majd nyíltan a lány szemébe nézett és elmosolyodott. Kisvirág már végképp zavarban volt. Ilyen különös fiút még sosem látott. Sötét haját folyami növények díszítették, ruháját nádlevélből szőtték, mesztelen talpából folyamatosan víz csordogált, méghozzá kristálytiszta, ragyogó forrásvíz. És a víz szünet nélkül csilingelve dallamosan folydogált a rakoncátlan lábújak közül. – Ismersz? – kérdezte a kislány. – Persze, nevetett a fiú, mindent tudunk rólad. Látjuk, amit te látsz, halljuk, amit gondolsz, hozzánk hasonló vagy. Ismerlek születésed óta. Néha én is úsztam veled a Dunában, és néha siklóvá változtam, hogy észrevegyél. Ó, oh, igen, a siklókra emlékszem. Szóval te voltál. Kisvirág kezdett feloldódni, és már ő is mosolygott. Örülök, hogy itt vagy, nem tudom, mit kezdjek Béla bácsival, kicsit félek tőle és ideje volna visszasietnünk, mert az ikrek ugyan feltartják egy ideig, de már nagyon régen eljöttem. Majd a fák felé fordult. Köszönöm, apó, és nektek is köszönöm, fűzek. Majd visszajövök, és mindent elmesélek. Megnyitom a kaput, és átengedem rengét. Elekkel ketten pedig elbánunk Béla bácsival. A kislány átölelte az öreg fát, majd kedvesen meghajolt a többieknek, és bátran kézen fogta a vízfiút. Mehetünk? Nagyon merésznek érezte magát, elekkezét fogva. Nem, nevetett a fiú. Kisvirág, én vízből vagyok, nem tudok veled átsétálni az utcán. Addig csortogálna a talpamból a víz, amíg egyszerűen elfogynék. Hát akkor hogyan jössz velem? Van nálad vödör vagy valami, amibe vizet tehetsz? Kisvirág tanács áldogált, aztán eszébe jutott valami. Elfutott a part melletti játszótérre, ahol a homokozóban ott felejtett játékok tucatjai unatkoztak. Megragadott egy jókora tűzpiros vödröt, a folyóba merítette és elekhez rohant. Tessék, és most mit fogsz csinálni? Nagyon kíváncsi volt, még soha nem barátkozott manókkal. Nos, ne egy megmondta a fiú, nevetve átbucskázott a fején, és gyönyörű siklóvá változott, majd egyenesen beleugrott a vödörbe. Ott kényelmesen összekunkorodott, és csengő hangon tovább beszélt. Indulhatunk, útközben kitaláljuk a haditervet. A kislány táncos léptekkel haladt, szíve tele lett izgalommal. Előtte állt a nagy kaland, megmenteni rengét, a fal mögötti ismeretlen lényt, feltartani egy garabonciást, de legfőképpen megnyitni a falat a szeretet erejével. Ám még mielőtt megijedhetett volna a feladatoktól, lepillantott, és a vödörben vígan énekelgető, ragyogó szürke sikló látványától a világ legbátrabb hősnőjének érezte magát. És aki csak látta a sugárzó lányt piros vödörrel a kezében, ugrándozva végigfutni a parton, ugyanezt gondolta.